Átfogó vitát tartottak a Környezetvédelmi Minisztériumban a medvepopuláció szabályozásáról, valamint a megelőzési kvótáról. Táncos Barna tárcavezető szerint Románia történelmi pillanat előtt áll, a cél pedig az, hogy nem csak a nagyvadak, hanem az emberi élet védelmét is szavatolja a készülőben lévő miniszteri rendelet. Május végéig zajlik a közvita a medvepopuláció szabályozásáról Romániában. A legutóbbi vitán gyakorlatilag minden érintett fél részt vett, vadásztársulatok, környezetvédők és vadkárokat elszenvedett gazdák is, mondta Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint, bár a vita során az érintetteknek valamelyest sikerült közelíteni álláspontjaikat, egyértelmű, hogy a zöldek meg fogják támadni a bíróságon a megelőzési kvótát bevezető jogszabályt. Minden egyes ilyen miniszteri rendeletet eddig megtámadtak, de jogilag úgy gondolom, hogy megfelelően elő tudjuk készíteni, és akkor ki is lehet bocsájtani ezt a megelőzési kvótát, amely egy történelmi pillanat lesz. Visszaállunk arra a racionális, tudományos alapokon fekvő felelős medve populáció szabályozásra, amellyel vissza tudjuk szorítani a támadásokat, meg tudjuk védeni az emberi életeket, és egy perspektívát tudunk nyújtani ennek a fajnak Romániában, hisz védjük ezt a fajt úgy, hogy megvédjük ugyanakkor az embereket. Országos viszonylatban mintegy 8000 egyedről beszélhetünk, a legtöbb Kovászna, Hargita és Brassó megyében található. A Környezetvédelmi Minisztérium idén 426 egyedre ad ki megelőzési kvótát. 2022-ben a közel 5000 konfliktusos eset 80%-ában az elüldözést alkalmazták, mintegy 60 medvét áthelyeztek, 25 egyed esetében viszont alkalmazni kellett a kilövést. Tavaly közel 2500 dossziét vettek nyilvántartásba a medvetámadások kapcsán, a kifizetett kártérítések összege megközelítette a 8,5 millió lejt.